A Józsa András Múzeum elmúlt évei alapján azt lehet megállapítani, hogy az intézmény éves látogatószáma általában 25 ezer fő körül alakul. Ezt 2018-ban nem csak megduplázták, de év végére a 60 ezret is meghaladta. Ezt leginkább két kiállításnak köszönhette a múzeum. A Szeúzó kincsek tárlat valamennyivel több mint 22 ezer látogatót vonzott. A még mindig megtekinthető munkácsi festményeket pedig már több mint 32 ezeren látták. Utóbbi decemberben kiegészítették még egy képpel, a kiállítást pedig meghosszabbították január 6-áig. Így tehát, ha csak ennek a két tárlatnak a látogató számát összeadjuk, már is 54 ezer főnél tartunk, de a múzeum további kiállításaira is kíváncsiak voltak a vendégek. A Józsa András Múzeum számára különleges volt a 2018-as év, idén ünnepelte az intézmény fennállásának 150. évfordulóját. Ritkán adatik, hogy az a múzeumi kollektíva megéljen ilyen neves eseményt. Ezért számtalan kiállítással, konferenciával, kötettel próbáltuk megünnepelni, és mindenki oda tette magát úgy szakmailag, mint a látogatók fogadása tekintetében. Tehát én úgy gondolom, hogy a múzeum történetében ez igenis egy nagyon rangos helyet fog elfoglalni, ez az év, a 2018. év. Megjelentettünk 7 kötetet, ami kifejezetten a Józsa András Múzeum nevéhez kapcsolódik. A említett kiállításokon kívül még minden hónapban megnyitottunk egy olyan tárlatot, ami a múltunkról a jövőnek szól, és megújítottuk a Józsa András állandó kiállításunkat is. A tárlat a december 1-i évfordulóra újult meg. Dr. Józsa András irodája különleges hangulattal várja az érdeklődőket. A múzeum szakembereinek köszönhetően korhű bútorok és kiegészítők mutatják be a polihisztor életét. Jövőre egy nemzetközi konferenciát is szerveznek, ami szintén az elmúlt 150 év jegyében fog zajlani. Az intézmény célja, hogy megtartsák ezt a magas látogatószámot. Ezért attraktív és vonzó kiállításokat szeretnének idehozni Nyíregyházára a következő években is. A 2019-es programokról részletesebben is mesélt Rémiás Tibor. Rögtön januárban a Jégkorszak című kiállítással kezdünk, ami úgy a diákoknak, mint a felnőtteknek nagyon izgalmas lesz. Áprilisban egy antropológiai kiállítást hozunk ide, ez a Szóra bír csontjaink. Utána a múzeumok éjszakájára retro kiállítást tervezünk, amit magunk készítünk el, és a Nyugat kopogtat címmel fogjuk megrendezni, és utána a Nagy durranás, amit a Vidor Fesztiválra megnyitására szeretnénk megnyitni kiállítást, ez a Színyei Merse Pál életét bemutató, ugyancsak körülbelül 50 vagy 60 festménynek a bemutatását jelenteni, ennek a szervezése folyamatban van. A 19. század közepétől a budapesti múzeum alapítások példája után a vidéki városokban is megjelent erre az igény. A kezdeményezők általában a helyi értelmiségek közül kerültek ki. Így történt ez Nyíregyházán is. Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődési és tudományos intézményét 1868-ban alapította Józsa András orvos, régész és antropológus szakember.